Jó napot kívánok! Sziasztok! Köszöntöm a kedves érdeklődőket! Tartsatok velünk, nézzük meg ezt az új masinánkat! Egy Fortwo Smartot fogunk megnézni. Ez ugye egy kétszemélyes kis buborék autó. Nagyon szuper kis városi járgány. A tető egy nagy üvegtető. Ha belenézzünk, akkor látjuk, hogy és kristálytisztán szépen átlátható. Sőt, ha akarjuk, akkor bele is látunk ugye az autóba. 2005-ös gyártású 700 köbcentis kis turbo motor van benne, 61 lóerős a teljesítmény ennek a motornak, szépen viszi a kasznit, és jól lehet vele autózni. Kis helyen elfér, ugye, tehát parkolási szempontból fantasztikusan jó, alacsony a kötelező biztosítása, ugye egy ilyen járműnek, hogyha megnézegetjük a tarifatábláját, hát és az átiratása sem egy túl nagy összeg, valószínűleg tartom, ugye, fogyasztásban is ugye nem kér sok üzemanyagot a járgány. Megnézegettük a lámpáit, ezek tiszták, normálisak, nincsenek megsárgulva, teljesen egészségesek, és igazából maga a karosszéria is azt gondolom, hogy egész szépen egybe maradt itt a 2005-ös évjárat után, még 16 éves autó, és még mindig teljesen korrekt állapotú ez a karosszéria. Eredeti gyári alufelnik vannak az autón, és nagyon jó állapotú gumigarnitúra van mindegyik keréken, ugyanaz a fajta, ugyanaz a minőségű gumi van mindegyik keréken. Azt hiszem nyitva hagytam a hátulját, vagy legalábbis nyitva hagytam, hogy ez kulcson nyílik, legalábbis a nyomógombos kulcsával. Rendben van a gázrugója, meg is fogta azonnal ezt az üveget. Így tudunk beletenni dolgokat, meg kivenni, hirtelen és gyors mozdulattal. Ha viszont nehezebb dolgokat akarunk beletenni, akkor ezt a kis piros kart meghúzzuk, és kinyílik ez a hátsó ajtó rész, így tudunk belepakolásni. Van itt ilyen kis oldalsó rekesz, ilyen tároló rekesz, és lehajtható az első ülés, amire tudunk tenni egy-két dolgot. Tehát, hogyha nagyobb, hosszabb tárgy van, akkor a jobb oldali ülést, hogyha nem ül rajta senki, akkor könnyedén tudunk hosszabb tárgyat betenni ide. Motort is meg tudjuk nézni, ezeket a szigeteléseket felhajtom, és nem ezt a múlókorát, hogy felhajtjuk. Itt van a mocink. Így kitereg a Smart motorja. Becsukjuk, és letakarjuk vissza szépen a szigetelést, visszatesszük a helyére. Így nem, hogy szép tiszta, nincsen lelakva, hátsó rész sincs lekarmolva. Itt kell visszacsuknunk, ezt itt jól becsukjuk, ezt meg rácsukjuk. Már is a helyén van. Na szálljunk be, nézzük meg, hogy mit tudunk itt megnézegetni. Koncertot megkérjük, hogy nyissa ki. Köszi. Falkész felől van egy kis gomb, egy kis fekete, ezt megnyomjuk, akkor felviszi ugye az ablakot, illetve le. Na most ugye a jobb oldali ablakot pedig ugye onnan tudjuk lehúzni, meg felhúzni. Méghozzá így, meg is történt. Most lealakítjuk a gyári zenét benne. Így, akkor föltekinthetünk ide. Van egy ilyen napfényroló hozzá még, azt el lehet húzni. Mutatom ezt is. Ahova szeretnénk, ott megállítjuk fokozatmentesen. A kormány egy bőrbe vonató szuper kis smart kormány, könnyű tekergetni. A klímája tökéletes, dolgozik szépen, be is kapcsoltam, és meg is tudjuk ugye mérni, van a mérőkénk, amivel meg tudjuk nézni a hőmérsékletet, mit tud itt összehozni nekünk. Azt mondja 8,9, és ilyen számokat lát 9, 4,9, és ide kihozzuk, és itt mérünk egyet vele, akkor látjuk, hogy 34 fok van kint, úgyhogy ő dolgozik szépen, és teszi a dolgát, és küldi nekünk ide a kellemes hűvös levegőt, a rostélyokon keresztül, amúgy ez két ilyen fokozatban kapcsolható, és kikapcsoltam, 1-es, 2-es fokozat, hallani is külön, hogy a motor egy kicsit keményebben elkezd dolgozni, hogy ezt a kompresszort meg kell neki hajtania. A srácok mit hoztak ide? Sziasztok, Ferikém, Petikém! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Mit csináltok? Látom, hogy egy műszaki vizsga lenne érdekes, amit elmondok.
2023. 6-30-ét, tehát friss műszakival kínáljuk nektek ezt a Smartot. Ilyen szép az ülése, különben nincs kiülve egyáltalán. Concertum el is feküdt itt szépen, szép itt az oldalsó rész és beleülésnél is, nincs kiégetve, teljesen rendben van. Nézzük meg, azt mondja, hogy ezt a váltót, mert hogy ez a váltó egy kis automata, egy robotizált automata váltó, és látjuk azt benne, hogy egy üres fokozat van most itt, hátrafelé tolva ugye ez az R betűnél rükvert, és aztán háthúzzuk ide szépen a másik bal oldalára, akkor lehet ezzel a tilitolis verzióba váltogatni előre-hátra. De ez a funkció, ez bővíthető funkció, ezt a kis gombocskát, ha megnyomjuk, akkor önmagától fogja ezt tenni, tehát nem kell semmihez nyúlnunk, gáz, fék, és ő pedig szépen levált, fölvált, ahogy azt optimálisan a vezérlő elektronika kapcsolgatja. A klímát megmértük, lejjebb ezt a fordulatszámot, hogy csendesebb legyen itt a beltér. Nézzük a zenét is, ez is szól benne szerintem. Egy Smart Grundig rádió ez, amiben CD-t is lehet rakni. Itt szemben, mindjárt megkeressük a pontos adatokat, azt mondja, hogy ugye most ebben az N fokozatban vagyunk, itt bal oldalon lehet látni ugye a üzemanyag mennyiséget, hogy félig van, 80 fokon van ugye az autónknak a üzemi hőfoka. Szerintem teljesen normálisan föl van melegedve. És leállítom ezt a masinát. Így. És akkor megmutatjuk, hogy kétféleképpen lehet nyitni a hátulját. Majd egy ilyen kis gombocska, ezzel ha megnyomjuk, akkor kinyílik a hátsó ajtó. Én ezt visszacsukom, csak azért, hogy megmutassuk. Így. Vagy pedig ugye a kulcson lévő három gomban ugye rajta van egy zár, egy nyit és egy csomagtartó nyitó. Tehát ha azt nyomjuk, akkor ki is pattant a hátsó üveg, és így könnyedén hozzá tudunk jutni a kis motyóinkhoz. Tulajdonképpen ennyire egyszerű ez a jármű, és akkor még egy utolsó, vagy legalábbis momentumként nézzük meg, hogy hogy indul a járgány. Tehát gyújtást teszem, itt látható, hogy ugye van ABS benne, ugye kigyulladnak a kontrollámpák, és akkor már is szépen jár benne a moci. Igazából fordulatszámérő nincsen, de onnan a motortértől hallottuk, hogy teljesen szépen és normálisan jár benne a motor, de tulajdonképpen egy rendben tartott kis autó, amit itt most megnézegettünk a kereskedésben, be is tudjuk magunkat zárni egy gombnyomással, ha becsuknám az ajtót, de nem csuktam be. Igazából csak elbúcsúznék tőletek, itt vagyunk az M3 autóparkba. Itt találjátok meg majd ezt a Smartocskát, ami teljesen rendben, kulturált módon egyben van, és nagyon jó klíma van benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nyomjatok egy ilyen kis jelet a videónk végére. Ezt köszönjük nektek szépen, és itt fogunk találkozni az M3 autóparkban. A viszontlátásra!